napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Mat Varna vagyok, és ez itt a Let's Play Európa Universalis 4 következő része, és fölgyűlünk a jó minőségű litván trágyában. A legutóbb részben egész jól megúsztunk egy háborút az angolok és a Hanza ellen, viszont most megtámadott minket Litvánia, Hamburg, Bajorország és Velence koalíciója. Ami nem jó. Legutóbb elkezdtünk fölvenni kupasz zsoldost, meg elkezdtük újra erősíteni a hadseregünket, úgyhogy hát nincs sok minden, amit csinálni tudnánk. Viszont kiküldök egy követet Franciaországba, és megtalálom a gombot, és egyet Kasztíliába, hogy növeljék a kapcsolataimat, ugyanis nem ártana legalább az egyikükkel lepaktálnom. Szükségül lesz egy szövetséges legalább. Magyar cseh semleges béke. Szilézia és Lengyelország szétveri a magyarokat jelenleg. Északon képződnek az embereink. Van egy új jagellók Lengyelországba. Sehol máshol nem uralkodnak jagellók. Ja igen, itt Rurikovics van. Tényleg egyébként milyen a királyunk? El is felejtettem, nem túl jó. És milyen lesz örökösünk? Kicsit jobb. Na. Zsoldosok. Ez itt kemény 9000 ember, hát ez... Finoman fejezem ki, maga szarra se lesz jó, talán egy pár lázadót le tudunk velük kaszálni. Sajnos bevételünk sincs, mert ugye a főseregünk erősítése jó sokba kerül. Ó, oh, az oszmán törökök konnektálták Havasalföldet. Érdekes. De a mamelukokat valamilyen nem verik meg, és aztán ekkorák az üzbegek. Ja igen, ezt mellesek, a múltkor nem tudom észrevettem-e, Türingia rohadt erős. Van esélyük egyesíteni Németországot a következő, mondjuk, hogy 70 évben. Úgyhogy majd vigyázzunk el rájuk. Mondjuk ők legalább protestánsok. Van egy új Habsburgunk, Velence birodalma szépen lassan esik szét. Miket kell gyorsan felszólítanom? Ja, Mecklenburgot és Lollandot, mert ott térítek meg magvazok. Mondhatni ültetek. Brandenburg a rohadékok. Már csak ez hiányzott. Brandenburg, harcol még valakivel? Ez Pomeránia. Jó, hogy az ott mind Brandenburg, hát jó van ez. Belefér. Komolyan. Egy kálvinista megtámad egy luteránust, hogy átérítse. Gratulálok a logikához és az összefogáshoz. De nevezzük ki a herceget vezérnek. Ó, egész jó, Johann. Kirendeljük Finnországba. Lehet, hogy kénytelen leszünk fölvenni egy kis adósságot. A lengyelek egész jól kiegyeztek a magyarokkal, csak le kellett nullázniuk a pápai szövetségüket. Azt hiszem szövetségesek voltak. Oké, felfedeztük Dél-Afrikát. Grönlandi gyarmatunk hogy halad? Van évente plusz 35 emberünk. Haladunk. Pár év múlva, talán. Jó, pár száz év múlva, talán. Hol a flotta? Ott a flotta. Üssük ki a hamburgi flottát. És meneteljünk át Lollandba. Remélem azért lázdókat megverjük ilyen túlerőből. Úgy tűnik nem. Gyerünk Gusztáv, kaszáld őket. Ó, Tunézia, oszmán török, hűbéres. Tripolis is? Nem. Még mamaluk befolyás alatt vannak. Érdekes. Azóta ugye nem oszmán török. Már megértem, hogy benyomultak az oszmán törökök. Szicíliába. Lolland áttért, remek. A Norvég tengeren szétcseszték az egyik kereskedelmi flottánkat. Livlandot bevették a litvánok fenébe. Na mindegy, most szétverjük a... Hogy is hívják? Ó, oh, a fenébe ezeket nem tudom hajóra rakni, mert... Nincs elég hajóm, de mégis, de mindegy. Szétverjük a hamburgerőket. Politikai krízis. Veszítsünk egy kis legitimitást, inkább mint stabilitást most. Kasztíria gondolom nem akar velem szövetkezni. Nope, túlságosan háborúzunk az ízlésükhöz. Franciaország meg még utál minket.
magyarok most eléggé gyengék, szóval ők nem érdemes szövetkezni, meg nem is akarnának belépni. Lengyelek rühelnek minket. A Krím nem akar velünk szövetkezni, mert hadban állunk, meg mert... ők muszlimok. Mondjuk nem is vennénk velük sokra, nem túl jó a technológiájuk. Esetleg az üzbegek. Fenébe nem. Mióta van Perzsia? Ja, emlékszem, van egy ideje. Csak eddig aztán nem volt ekkora. Ups, egy kicsit megállunk. Erősödünk még egy kicsit, még mielőtt belrohanunk egy nagyobb hamburgi seregbe. Mit tudok még áttéríteni? Most nem akarok téríteni, túl sokba kerül. A zsoldosokkal megsemmisítjük ott az Orthodox fanatikusokat, és elkezdjük visszafoglalni Ingermanlandot, még mielőtt átállna Novgorodhoz. Jó! Ja, brandenburgi, bajor, hamburgi erők. És aztán nem is tudok egyesével kibékülni velük, mi? Ja, ezek Holstein erők, nem hamburgiak. Ó, hogy az a, azok ott hamburgiak. Brandenburg. Béküljünk már ki. Nem. Aztán a koalíciótagokkal nem tudok egyesével kibékülni. De ki tudok. Bajorország. Nope. Hamburg. Nope. Vence. Nope. Esetleg... Litvánia! Közzel sem. Fenébe. Újra kell építenünk újra a hadsereget. Ó! Oh! És még föl is lázadtak a jegesmedvék Grönlandon. Fenébe. Megrongálták a kolóniámat. Miért van az, hogy a litvánok mindig akkor adomnak, hogy betörik a legerősebb erődjeim falait? Oké, van 7000 emberünk. Szerintem október végén elkezdünk menetelni, és leverik azt a Holstein támadó egységet. Most! Eriksfjordban bundát gyártanak, remek. Mi ez? Követedik a jogokat a koronához. Veszítsünk egy kupac pénzt. Vagy ne. Kösz, inkább nem akarok adóságba menni magamtól. Viszont diplomáciai pontokkal... Ja, nincs háborús kimerültségünk, oké. Akkor miért vennyi lázdás? Mindegy, gondolom a vallási, meg kultúrai, meg mindenféle különbségek miatt. Ó, arra ott bevették fontom, mert és mindjárt lecsik Mecklenburg, és akkor... Arra sem megyek, a 97,6%-os maggyártásom már, mert fuck logic. Ki kéne békülnünk Holsteinnal valahogy. De nem akarnak. Annak ellenére, hogy eléggé esélytelenek. Időkérdés, amíg megerősödök és szétverem őket. Viszont talán Brandeb... Na azért. Már megijedtem. Talán Brandenburggal. Nem. És annyi a mecklenburgi 97,6%-os maggyártási procedúránknak. Jaj, de jó. Stabilitást mikor tudom tolni? 149-nél. Ahol van egy új Habsburgunk Brandenburgban. Horvátországban megkezdődött az ellenreformáció. Nem jó nekünk. De tényleg már kapitulálhatnátok. Most inkább nem költök misszionáriusra. 26000 litván, úristen! Hát 71% és még mindig nem kapitulálnak. Ez nem igaz. A Hanza királyság? Hogy lett a Hanzából királyság?
A Hanza királyság? Oké. Okay. Ugyanaz a király, mint a német lovagrend királya. Jaj. Litvánia miért is üzen nekem adat? Ja, csak úgy koalícióból, Hessből, Hamburg. A litván erők reméletről lemorzsolódnak valamennyire. Esetleg Litvánia ki is merül. Hogy állnak haditenni kell? Mivel tudok fektetni? Na most az ellenfordulommal szarra sem megyek. Ó, viszont a következő haditechnikával igen talán. És azt nem tudom is tolni a stabilitásomat, ja. Oké, a flottán megakadályozza, hogy akármilyenféle német erő átjusson Svédországba. Szóval egyébként csak a litvánokkal kell harcolnunk. Lehetőleg gyorsabban át kell tolnunk azt a haditechnikát. Jó, tudom, a litvánok 14-en vannak, ugye? Ja. Ez egy eléggé komoly előnyt fog nekünk adni. Fenébe. Mi az? Ja, osromolják Izlandot a velenceiek. Miért pont Izlandot és miért pont a velenceiek? Mindegy. De egyébként a jegesmedvék megint megrongálták Grönlandot. Lehet, hogy ki kell küldenem egy jegesmedveírtó egységet valamikor. Szerbekkel szövetségre tudnék kötni, csak nem tudom, hogy mire mennék vele. A kasztíliai Lancaster ház még mindig virágzik. Franciaország? Túlságosan harcolok nekik. Fenébe. Litvániának nincs flottája szinte. Sőt, abszolút nincs flottája. De ott van három hajójuk. Ó, oh, megvan az új haditechnikánk. Bum. Ja igen, és tovább nyomjuk a kolonizálós cuccunkat, hogy tudjunk fölvenni konkvisztádorokat és hasonlókat. Viszont ezzel most tovább toljuk a gyalogságunkat. Nem toljuk tovább a gyalogságunkat? De tovább toljuk a gyalogságunkat. Nem kéne akkor itt lennie valaminek? Mennyivel jobb ez? Ez inkább sokba jók, mint tüzelésbe, de... jók lesznek. Oké, okay, megvárjuk, még visszakapunk egy kis szervezettséget. Aztán nekiugrunk a litván haderőnek valahogy. Most a fél hadserőket ott csapdába ejtettük őzelem. Várjunk, hagyjuk, hogy ők jöjjenek ide. Csak kelljenek át Normánál a folyón. Ez nem jött be. A fenébe arra kijutott. Ja, hogy ez ott egy hamburgi hadsereg? Azt hittem, az ott egy ekte litván haderő. Nagy évvel leszalom, hogy Velence ostromolja Izlandot. Kénytelenek voltunk adósságot felvenni. Litvánia? Béke? Nope. Ó, oh, Litvánia balázdások törtek ki ezek szerint. Aha. Zaporozsiai nacionalisták délen. És én megy a lázdás. Ó, oh, 9000 ember. Ezt a helyi 3000 emberével nem fogja tudni leverni. Remélem, hogy hadsereget visszarendel. Johan mi ezért tett? A sokhoz, remek. Egyesítjük a két hadsereget Johan vezetése alatt. Szuper. És nekiugrunk a litvánoknak. ...23 000 svéd, 25 000 litván ellen, gyerünk! Ez az! Sok fázisokba ledaráljuk őket. Na gyerünk, semleges béke, semleges béke, semleges béke, semleges béke! Nope! Akkor üldözzük őket, verjük szét őket még egyszer. Ja, hogy ezek most itt... átmentek vasemberbe és visszamenetelnek Vilniuszig. Velence bevette Izlandot. Gratulálok nekik. Verjük szét ezt a hamburgi hadsereget. Majd ezzel a haderővel Brandenburg ellen vonulunk. Ez mondjuk egy jó alkalom arra, hogy elfoglaljuk Holsteintől Dániát. Már az ő Dán részüket.
jelen van lázdás. A rohadt dánok. El akarom én ezeket foglalni? Megszállást itt fel kéne számolnom Livóniában. Majd amikor tudom. Teljes hadseregemmel oda kell mennem, mert ez 15.000 lázadó. Ó, kénytelen vagyok stabilitást veszteni, remek. Menjünk támadásra. Hány stabilitást vesztettünk az utóbbi pár évben? 5-öt, 6-ot? Azt nem értem úgy, hogy egy dinasztiatársam miért akar engem ilyen intenzíven megölni. Na mindegy. Jó, még ortodoxok is, akkor visszafordulunk egy kicsit. Lekaszáljuk azokat. Stabilitást még nem tudok nyomni. Fogyunk ki a kölcsönzött pénzünkből is sajnálatos módon. Na. Gyerünk még mielőtt beveszik Szielandot, mert azt rémálom visszafoglalni. Most nem küldök ki semmi misszionárius, mert megszállnák a területet és újra kéne indítanom ugyanúgy. Ó, 18.000 litván visszajött. Remek. Majd amikor leamortizáltuk a lázadást, akkor visszajövünk leverni őket. Brandenburg, béke? Nope, még nem. Brandenburg mellett van Holstein. Akkor lehet, hogy velük nem akarok még békét kötni. Azon a lényeg, hogy kiüssük a litvánokat és a bajorokat a szövetségből. Ólában fellázadtak a jegesmedvék, már megint. Mi extra adókat vezettünk ki a jegesmedvékre? Vagy miért lázadnak föl mindenhol? Adminisztratív pontokért csökkentetni az inflációt. Inkább nem kösz. Jó. De mit adsz Prestige-t? Akkor fölveszünk téged. Kevesebb pontról ad, de kevesebbe kerül és leviszi a lázadások rizikóját. Na megint fölálltak a jegesmedvék is, Lollandon is. Így meg a dánok. Két legerősebb kisebbségi csoportunk, egy dánok és jegesmedvék. Dán jegesmedvékről már nem is beszélek. Na. Oké, úgy látom a litván nem mi hülye és megosztja az erőit Finnországban. De azt jelenti, hogy fölmegyünk, ledaráljuk Kólában a jegesmedve lázdást. Aztán egyesével begyűjtjük a litván erőket és visszaszorítjuk őket Narváig. Valahogy így. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire jön össze. Krímen átvette a hatalmat egy trónkövetelő. Ó, leverték a zaporozsiai lázdást a litvánok fenébe. Ja, gondolom oda menetelt vissza a csrege, amikor menekült. Türingia fülül a szarba, ebből nem lesz egységes Németország. Franciák nem akarnak szve... A francia barátságosak velem, mi a fene? Hát az utóbbi... 100 évet azzal töltöttük, hogy gyilkoljuk egymást, most meg hirtelen puszipajtások lettünk. Meg az angolokkal is. Ez mondjuk jó. Oda is küldök egy diplomatát, mert velük össze tudok hozni egy szövetséget, hogy ugyanaz a vallás meg minden. Ők ajánlanak szövetséget nekem. Ha beszarok. Oké. Okay. Az ember úgy tűnik végre elkezdett logikusan gondolkozni. Miközben Litvánia megosztja az erőit Finnországba, és Kastília egyesíteni akar is Spanyolországot. Mi történt itt? Milyen ház is uralkodik Angliába? De la Pole. Ez a lengyel-francia verziója. Angol házasság jelen, szuper. Stabilitás van, mindjárt megint fölviszem nullára, már vagy 60-szor. Na de most litvánokat írtunk. Nem van menekülhet örökké. Ó, ott egy 27.000-es hadsereg Narvába. Ezeket most meg kell semmisítenünk. Még mielőtt egyesülne a két haderő, egyesülni fog a két haderő. Yep. De szarrá verjük őket. Oké. Okay. Türingiát szarrá verték. És ezek megint visszamennek sebeszeretlen üzemmódba Vilniusig. Van egy új falci császárunk. Mindenki rájuk szavaz.
Hogyha valamelyik erősen a német államot tenné meg császárnak mondjuk Türingiát, Hessét vagy Gellért, akkor a császárság rögtön jóval nagyobb fenyegetés lenne. Toszkána megszállja a pápát. Na, Litvánia. Béküljünk már ki. Isten, most vertem szét a hadsereget. Szerinte erősebb, mint én. Remélem, hogy csak Vilniusig megy vissza, mert akkor most utána megyek és szarrá verem. Hogyha visszamenekül Kijevbe, akkor nekiállok felszabadítani. Úgy látom, visszamenekül Kijevbe. Most jut eszembe. Vagy 6 millió éve először Pomeránia nincs lennünk koalícióba. Ura. Ó, van bevételünk is. Szuper. Szóval lehet, hogy vissza tudjuk fizetni az adósságunkat. Az angolok nem akarnak belépni a háborúba, mert a háború több idejét kezdődött, mint 60 nap. Mi jobb ok van ennél? Esetleg valami, ahova nem építettem rohadt nagy erődöt, amit a litvánok átdobtak kockájukkal. Litvánia átadta a cseh erdőt a fáciaknak, akik terjeszkednek. Ja, ez itt van, akkor csak két tartományuk van, oké. Most egy narvába lázadnak a parasztok. Biztonséges medve szimpatizánsok. Na jó, most ott nincs kedve mostromolgatni, úgyhogy visszamegyünk és szarráverjük a holsteini és hogy is hívják, Brandenburg erőket. Mi ez? Svájc szétszórt. Ó, oh, ez egy gyönyörű választás. Vagy fizet egy rohadt sok pénzt és baromi mélyen kerülök az adósságba. Vagy nem fizetek semmit és vesztek két stabilitás meg egy kupac adót. A rohadt életbe. Rohadt magas az inflációnk, szóval nem fizetünk. Minusz 3-as stabilitás, jövök már. Annyira minimalizáljuk lázadások fizikóját, amennyire tudjuk. Most nem szarakodunk Dániával, szétverjük a Holstein nyerőt és kibékülünk. Anglia mennyire homogén vallásilag? Ó, még eléggé megosztott. Franciaországban mindig nem tudta átéríteni Párizst. A törökök viszont szépen térítik át a Balkánt a szunitára. Franciákkal ki vagyunk maxolva, amennyire csak lehet. Csak szövetségesek vagyunk Angliával, akik a riválisaik. Meg rivalizálunk. Rivalizáló nagyhatalomként tekintenek rám a franciák? Hány emberük is van ezeknek? Az ő 102.000-es hadseregükkel rivalizál az én 26.000-es hadsereg, ami már tele van zsoldosokkal és nem tudom eltartani. Emmi logika. Ó, visszajöttek a litvánok. Béka. Nincs béka. Oké, verjük szét a holsteini erőket, meg a hamburgiakat. Hamburgia litván szövetséges, Litvánia szövetséges, ugye? Ja. Hamburgia, úristen! Nyelvet újítok, már megint. Ez az, Brandenburg békét ajánl, elfogadjuk. De akkor nem tudok átmenetelni Holsteinen, a rohadt életbe. Flottán meg ugye nem tudja átvinni a hadseregemet, szóval egyelőre nem. Verjük szét azt a holsteini hadsereget. Remek, növekszik a kereskedelmünk. Ez új gyalogság, ez úgy tűnik egész jól darálja az ellenséget. Litvánia pénzt ajánl. Tudod mit, arra most úgy érzem, pont szükségem van. Ó, taktikai adomcsapást loptunk le a holsteini erőkre, azt hittem, ilyet csak a franciák tudnak. Moszkvai szövetségi ajánlat. Nem. Nem akarok belemenni még egy novgorodi háborúba. Ennyi a partvonal, leszarom Oroszországot. Na most vajon, érdemes ostromolni, vagy inkább próbálja meg annyira leszorítani a lázadásokat, amennyire lehet, mert lesznek lázadások. Jut eszembe, ti meg kereskedjetek mondjuk a balti tengeren. Egyelőre harcolunk Holsteinnal. Ja, de ez meg fölviszi a túlterjeszkedésemet is a rohadt életbe.
Én már így is eléggé magas így a szélen miatt, mert rohadt nagy adózótartomány, és Hamburgon se tudok átmenetelni most ide szembe. Nem is engednek át, mert nem szeretnek. Oké, akkor míg ostromlunk, addig növeljük Hamburggal a kapcsolatainkat, lehet, hogy ebből, lehet, hogy elnyújtjuk akkor egy kis táborút. Az adóságot vissza tudom fizetni, ha minden igaz. Szóval is tudom megnézni itt. Ja, most azonnal visszafizetem. Kevesebb ideig kell fizetnem a kamatokat. Brandenburg elismeri a vereséget. Hát ez nem vagyok benne biztos, hogy elég lesz, bocsi. Dán nacionalisták. Mivel fel... Haditengerészetembe fektessek be? Vagy a hadseregembe? Legyen haditengerészet. Tovább nyomjuk a technológiát, amint lehet. Egy pillanat.